Tavaly az első körben búcsúztál, most ezt sikerrel vetted. Hogyan értékeled ezt a meccset? Izgalmas volt? Igen, izgalmasabb volt, mint szerettem, meg szerettük volna, de szerencsére a vége jól alakult, úgyhogy nagyon nagy élmény volt, és nagyon örülök, hogy sikerült megnyerni ezt a meccset. Mennyire ismerted az olasz ellenfeledet korábbról? Ismertem, korábban láttam versenyeken, meg az edzőm is elmondta nagyjából a taktikát, úgyhogy nagyjából képbe voltam vele, hogy mit fog játszani a gyerek. Mennyire jött ez be, többnyire működött, főleg a szerván volt a kulcs, hogy jól tudtam adogatni a meccset. Ez volt a taktika, a szerva, vagy valami más is azért? Az is, hogy a gyereknek a fonálkja azért sebezhetőbb volt, és arra lehetett számítani, meg tudtam, hogy inkább egy salakos játékos nem fog annyira keményen rálépni az adogatásaimra, és meg az ütéseimre is nem fog legyorsítani, úgyhogy kicsit türelmesebb lehettem is, és ez azért több időt adott nekem. Második szedben 5-3-nál adogathattál a meccsét, mi történt ott? Hát az a legnehezebb, mikor az ember a meccsért szervál, főleg nekem életem első győzelme volt így Challenger versenyen, úgyhogy ott egy kicsit szerintem idegi okokban ment el, úgymond ez a game, de szerencsére nem törtem meg tőle, össze tudtam magam szedni, és ott folytattam, ahol előtte a bajtam. 16 között top 200-as versenyzővel a szerb Milojevic-sel játszol, őt mennyire ismered? Ismerem, nagyjából őt is láttam egy-két versenyen, meg párosban játszottam ellene. Majd a taktikát megbeszéljük este az edzőmmel, és kitalálunk valamit, hogy hasonlóan jól menjen, mint ma. Ugye most már csak az egyesekkel koncentrálnod, Balázs Attilával kiesetek. Mi történt a párosban? Nem nagyon éreztük a körülményeket Attilával. Ugye a Davis kupából jöttünk haza, egy kicsit kevés idő volt aklimatizálódni, illetve a srácok is jól játszottak, megnehezítették a dolgunkat, és hát egy ilyen nehéz ritmustalan meccs volt, ami sajnos elment.